Köszöntöm a Szentendre ma nézőit, elsőként lássuk mai híradónk tartalmát röviden. 102 éves őrmester előadása az MH Altiszti Akadémián. Elbúcsúztatták a telet a Bimbó úti óvodások. Szerdán és szombaton is nyitva van a Szentendrei piac. Jutasról és jutas szellemiségéről tartottak rendhagyó történelemórát Szentendrén az MH Altiszti Akadémia művelődési központjában. Hegedűs Ferenc páncélos őrmester, aki már a 103. életévét tapossa, katonához méltóan bő másfél órában mesélt katonai tapasztalatairól, a kiképzésről, a háborúról és az életéről. A Veszprémben lévő jutasi tábort 1924-ig az akkori Honvédelmi Minisztérium tiszti üdülőtelepként működtette. Egy 1924. szeptember 15-én kelt irat szerint a minisztérium a jutasi tábort az újonnan megalakuló altiszt képző intézetnek jelölte ki. Az átvett épület együttes átalakítása az iskola funkcionális céljainak megfelelően azonnal megkezdődött. Ez a terület a város szélén volt, közel a vasútállomáshoz és a Bakony dombjaihoz, ahol az intézet a fő céljához, a katonai kiképzéshez jó feltételeket tudott kialakítani. Az iskola területe az évek során állandóan nőtt, az igényeknek megfelelően építették az újabb kiszolgáló épületeket. A tiszthelyettes képzőiskola a két világháború között Veszprémben működött és országosan nagy hírre tett szert. A Kecskeméten élő Hegedűs Ferenc páncélos őrmester, Doni túlélő, aki jutason végzett és nemrégiben töltötte be 102. életévét, mesélt az MH Altiszti Akadémián életéről. Szeretném ehhez a fiatalokat megkérdezni, hogy mit szeretnének tudni, mit szeretnének még tovább élni, vagy még azt fejleszteni. A mostani katonai életet azt nem úgy ismerem, de csak úgy a látásban tudom megállapítani azt, hogy mintha régebben a katonaság nagyobb fegyelem alatt élt volna, mint most. Hogy valójában így van-e, ezt belőről nem tudom, mert hát most mint katona nem teljesítek szolgálatot. Azt veszem észre a fiataloktól, hogy érdeklődik őket a háború dolgok, és leginkább azt szeretik hallgatni ennek az egyes részletének a beszámolóját. Hegedűs Feri bácsit Sós Lajos törzs zászlós köszöntötte az Altiszti Akadémia művelődési házában. Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem Önöket, immár második alkalommal rendhagyó történelemórán keretén belül. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Hegedűs Ferenc páncélos őrmester, Feri bácsi. Nagyon szépen köszönöm, hogy ismételten elfogadta meghívásunkat. Harmadik alkalommal találkozhat az alakulat állománya Hegedűs Ferenc páncélos őrmesterrel. Feri bácsi jelen volt 2014. július 26-án Veszprémben a végrehajtott altisztavatáson. A helyszínválasztás emléket kívánt állítani a magyarországi altisztképzés 1924. évi beindításának és azoknak a kiváló katonaembereknek, akik ezen intézmény keretei között tanulták meg a katonamesterség alapjait. A második alkalomra 2014 év őszén került sor, amikor is az első rendhagyó 6000 óránkat hajtottuk végre itt ezen épület falai között, és idézném itt a honvédelem.hu internetes portál 2014. október 15-i tudósításának beharangozóját. Jutasról és jutas szellemiségéről tartottak rendhagyó történelemórát Szentendrén, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia művelődési központjában. Hegedűs Ferenc páncélos őrmester, aki már a 101. életévét tapossa, katonához méltóan bő másfél órában mesélt a katonai tapasztalatairól, a kiképzésről, a háborúról és az életéről. Ezt a beszélgetést szeretnénk most folytatni, hogy jobban megismerhessük jutas szellemiségét, kik voltak a jutasi altisztek,
hogyan gondolkodtak választott hivatásukról, az életről, és miért várhatott Jutas az egykori altisztképző Európai Hírintézményé. Hegedűs Feri bácsi nem először járt Szentendrén az Altiszti Akadémián. Beszámolóját nagy örömmel hallgatták a fiatal katonák. A lovagást meg kellett tanulni lépésbe, hogy kell hajtani, meg kellett tanulni ügetésbe. Az ügetés az, hogy itt kotog a ló, tehát ebben van kétfajta ügetés, könnyű ügetés, meg tanügetés. A tanügetés az, amikor az ember csak ő a hátán is rándaló. A könnyű ügetés pedig az, amikor minden második lépésnél megemelkedik az ember a lóhátán, és akkor már csak ilyen formájában jön a lóhátán, és nem belődik rá a lóhátán a nyerekbe. A ló így könnyebben tud menni. Majd utána következik az, hogy vágtába is meg kell tanulni. A vágtát azt hol az egyik lábra, azt úgy mondom és mutatom, hogy elér a jobb lába, aztán tudni kell vágtani a bal lábára is, azután megint vissza, ahogyan vágtázik a ló. Tehát az már így nem csak ügetésben lesz, hanem már vágtázik. Másik lábra is. Ez azért nagyon fontos, mert a ló az egyik lábra ügetés, meg a másik lábra is csak vágtázik. Elfárad a lába, elfárgyul a lába. A lónak fáj a lába, és nagyon sokáig gondolni kell. Köszönni kell, hogy megdolduljon és újra tudjon tovább rendesen járni, ügyesni vagy vágtázni. A rendhagyó történelemóra sorozat folytatódik majd a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján. A szentendrei Bimbó utcai óvodások vidám felvonulással búcsúztak a téltől és a farsangtól. A hagyományok ápolására, a népszokások megőrzésére már egész kicsi korban nagy hangsúlyt fektetnek a szentendrei óvodák. A Bimbó úti óvisok vidám maskarás felvonulással búcsúztak a téltől és a farsangtól. A kicsik szüleiket is várták egy közös farsangfarki dínomdánomra a Kálváriához. A mai délutánra már évek óta egy falufeljáró farsanggal készülünk, aminek az a lényege, hogy minden csoport valamilyen népszokást felelevenít. A lányokkal az ijesztőjátékot, a fiúkkal farsangköszöntőt mondunk, és közben pedig mindenki csúlyogat, zajkeltő eszközöket használ, hogy tényleg úgy legyen, hogy most már el fogjuk búcsúztatni a farsangot, és talán a bőjt idején már megérkezik a tavasz. Minden csoport a maga tanmenete szerint készült, tehát mindjárunknak az egyik csoport a meseköré csoportosította és úgy építette föl a farsangi játékát. Ők választották az eltáncolt papucsokat, aminek most egy bizonyos kis ézelítőt láttunk. A pipas csoportosok, a másik csoport pedig névcsúfolókat mondott, míg a harmadik csoport az állatok köré. És ennek megfelelően kézműveskedtek, ennek megfelelően matematikai tartalommal töltötték meg a napot. Tehát minden egyes napunk, úgy, ahogy az óvodai nevelés területe megjelenik, ennek a jegyében telt. Igazából meg kell, hogy mondjam, ezt a délutánt is nagyon várták, de a farsangban nekünk 2 hét arra volt nekik adva, hogy ők a saját jelmezüket fölvegyék. 2 héten keresztül mindenki annak költözött be, aminek szeretett volna. Erre készültek egész évben. Ezt a mai napot, mint egy farsangnak a lezárását, várták ugyan, de ugye megint akkor haza kellett vinni a jelmezüket, és most egy évre el kellett tenni, tehát várták is, meg nem is ezt a napot. Innentől kezdve a böjtre készülünk, hiszen elkezdődik a 40 napos böjt, és ami néphagyomány éltető óvodánkban, ennek is helye van. Ilyenkor elcsendesedünk. Akkor fogjuk magunkat, zárt körjátékokat játszunk a kislányokkal, a fiúkkal, olyan ügyességi játékokat, ami csendes játék. Ilyenkor szoktak a gyerekek malmozni, ilyenkor építenek kártyavárat, ilyenkor játszanak olyan az udvaron botos játékokat. Tehát mindenféleképpen ennek a jegyében telik, hogy elkészüljünk majd a húsvétra, és a húsvéti szokásokat virágnasárnaptól egészen fehér vasárnapig felelevenítsük. Az óvodások számára is a farsang mindig egy izgalmakkal teli vidám időszak, amikor állarc mögé bújva vidám dalokat, mondókákat énekelnek, miközben akaratlanul is átveszik a régi népszokásokat. Nekem az volt a szerepem, hogy nem tudom. Te voltál az ijesztő
ijesztegető lány, ugye? Igen. És mit kellett csinálnod, hogy ijesztegetted az embereket? Megijedtek? Igen. De neked mi volt ma a szereped? Mit csináltál ma? Medvelány voltam. És mit kellett csinálni? Táncoltam. Véget ért a farsang, és nem csak a Bimbó úti óvodában. Beköszöntött a húsvétot megelőző 40 napos bőti időszak, ami a kicsik mellett a felnőtteket is már a következő ünnepre hangolja. A Szentendrei piac télen és nyáron is nagy népszerűségnek örvend a városban. Minden szerdán és szombaton megtelik a Bükkös patak mentén a piac tér. Szentendrén és a környéken számos őstermelő él és dolgozik, akik a helyi piacon kínálják portékáikat. Szerdán és szombaton a piac napokon megtalálható a zöldség, gyümölcs mellett a szárított gomba, a bioszörp és lekvár, csak úgy, mint a száraz tészta és a füstölt kolbász is. Mióta árul önök itt a szentendrei piacon? 3 esztendeje. És milyen finomságokat hozott? Kolbászt és különböző húskészítményeket. Ezek önök által készülnek, ha jól sejtem. A kolbász, igen. És mi a titka a jó kolbásznak? Az, hogy az ember ne csak a szívét tegye bele, hanem a megfelelő hús, minőségű húsokat és fűszereket. Mennyire jellemző az, hogy visszajárnak önhöz a törzsvásárlók, hogy így kérdezzem? Szerencsére abszolút jellemző. Mi az István gazda kolbászát gyártjuk, ez egy tipikus békéscsabai ízesítésű kolbász, miután én ott láttam meg a napvilágot, és azt szoktam mondani, hogy az anya tejjel szívtam magamba a kolbász készítés csínya vinyát. Ez a zászlós hajója a cégnek. Nézze, a többi terméket azt úgy vásároljuk, de kipróbált, megfelelő és abszolút stabil, konstans minőségű gyártóktól. Ezek sonkák, van egy úgynevezett göngyölt termékünk, ami hasalja, szalonna pácolva, fokhagymával megkenve, föltekerve és bőzsírban kisütve, ez egyre népszerűbb. A tepertőnk nagyon szép minőség és stabil minőség, és van egy sült császár, amit szintén nagyon kedvelnek a vevőink. Örülök, hogy a kedves vevőimet ki tudom szolgálni, csak erre figyelek. A szentendrei piacon a friss és jó minőségű tojás is közvetlenül a termelőtől érkezik. Főleg baromfi tenyésztés a fő profil. Na most a tészta az úgy lett belőle, hogy van ugye nem piacképes tojás, de azért ez minőségileg az sem rosszabb, mint a többi. Például apróbb, vagy repet, hasonló, és így alakult ki aztán a tészta üzem, hogy azért abból is legyen valami. És hát ugye többféle tészta van, körett tészták, leves betétek, akkor most már van kukoricalisztes tészta, teljes kiörlésű, ugye gondolva azokra, akik diétázra kényszerülnek, mert például lisztérzékeny, és a normál buzalisztes tésztát azt nem tudják fogyasztani. Közeledünk lassan húsvéthoz. A tojás ára ön szerint mennyire fog változni az elkövetkezendő időszakban? Hát nagyon remélem, hogy nem fog változni a tojás ára, legalábbis ha tudjuk tartani ezt a tendenciát, akkor nincs szándékunkba változtatni. Eleve úgy vannak itt látható is a tojás, hogy háromféle méret van, ez nem minőségi eltérést jelent, csak nagyságrendit. Ugye a fiatal jércék, azok tolják az apróbb tojásokat, a középkorúak a középsőt, és az öreg tyúkok pedig a nagyobb tojásokat, és hát ugye 50 tyúk felett kötelező a pecsételés, ehhez tartozó állatorvosi ellenőrzés, regisztráció és egyebek. Amelyik gép pecsétel, az közben válogassa is a tojást nagyság szerint, illetve ha valamelyik repett, akkor azt megint külön teszi, hát úgyhogy osztályozva
van természetesen. Aki rutinos piaclátogató, már kialakult, hogy melyik árushoz jár törzsvásárlóként. Sokan szerzik be a zöldséget, gyümölcsöt is a már ismert termelőktől. Ezek nagy részt a saját termelésünk, és a többi meg egymás közt és cseréből alakul ki. Hát ami nekem nincs, az a másik termelőtől van. Télen hogyan lehet ezeket előállítani? Gondolok itt a paprikára, a paradicsomra, gondolom üvegháziak. Üvegházi, igen. Hát a paradicsom például, meg a paprika a szentesső való, régi katonatársamtól is felvettem vele a kapcsolatot, azt ők termelik üvegházba, igen. Mennyire van ilyenkor nehéz dolguk a termelőknek? Hűha, hát elég nehéz dolog van, mert hogy mindent összetudjunk szedni, hogy menjen, az rettentő. Tehát nagyrészt sok az kidobásunk, sok az olyan, hogy... Mikortól lesz jobb az idő szempontjából a termelés? Hát, április végétől lesz már jobb, akkor már jön a primőr, a saláták, az új hagymát lehet olcsóbban adni, tehát ami retek, tehát ami a primőr, az beindul. A Szentendrei piacnak egy különlegessége, hogy télen is nagyon sokan látogatnak ide, ön ezt hogy látja? Hát az igazság, hogy télen nagyon visszaesik a forgalom, tehát én is próbálok import dolgokkal is, például a déli gyümölcsel, citrommal foglalkozni. Fiamnak boltja van, és ilyen vállalkozói alapon az próbálok is, hogy kicsit többel tudjunk segíteni a vevőknek. Mikortól lesz kedveltebb a Szentendrei piac, amikor többen látogatnak-e, hogy látja? Mikor már jó az idő, és akkor kijönnek, és akkor a primőrök megindulnak, megindul az eperszezon, tehát utána kezd el jó lenni a piac. Tehát akkor lendül föl, amikor sokan kijönnek a jó idő véget, a szép áru véget, nézegetnek, vásárolgatnak, akkor megindul. Tavasz közelettével már megjelentek a barkák és a kokárdák is a piacon. Az enyhe tél viszont nem mindenkinek kedvezett. A méhek szempontjából nem szerencsés, ha összefolynak az évszakok. Úgyhogy a anya már ilyenkor kezd petélni, és a szaporulat egy évbe. Háromszor újul meg a család. Amik ősszel fiatal méhek voltak, azok tavaszra elpusztulnak, amik majd most lesznek, azok lesznek a termelő méhek a akácra. Hány méh családdal dolgozik ön? 40-nel. 40-nel. Fiamnak is van 40. Egy méh család körülbelül mennyi mézet tud termelni? Hát az attól függ, hogy ha hordják a méheket, tehát vándorolnak, ami kifizetőbb, az 30 kilót is tud hordani. Egy kiló méh, az 1000-10000 méh egy kiló. Úgyhogy, hát tavasszal, amikor intenzív a anyapetélés és a hordás, akkor egy fekvő kaptárba 50-60 ezer méh van. Tavasszal pergetjük ki a virágmézeket, ami benne van élelem, cseresznye, mandula, ezeket hordjanak. De azok, akik vándorolnak, azok tömegvirágra mennek, és hát a tömegvirág a repce, napraforgó, akácerdő, ilyesmi. Én helybe véhészkedek, Kőhegy oldalába, én nem vándorolok, mert már nem bírom. Akkor inkább mégszerű, amikor jön az influenza, tetszik tudni, akkor többen vesznek, meg tejába ez az amaz. De általában négyen vagyunk ezen a piacon, méhészek, mind a négy szentendrei. Jó, van, aki kettő vándorol közülünk, de általában ez a Szentendrei piacot azt el van látva mézzel. A piacon az igazi élet április-májusban indul be, amikor a primőr áruk megjelennek, és az idő is barátságosabb arcát mutatja. A
Szentendre ma adását látták. Maradjanak továbbra is velünk, hamarosan kezdődik Fókuszban című magazinműsorunk. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, de csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Köszönjük figyelmüket, a viszontlátásra!